Ez a tohok éneklés, ezt majdnem minden nap kell gyakorolni, ez világörökség. Az UNESCO 9 év ezelőtt beregisztrálta a tuvai népnek ezt a éneklést, mint világörökség. Egyébként érdemes, ha minden nép szeretet és béké alapján őrzi a saját hagyományt. Elmentem Mongóliába, gyűjtöttem a zenét, és a hangszerek nem tudtam hazavinni, csak két kezem voltak, és úgy megnéztem a hangszerek, és kezdtem őket itt készíteni. Én nem vagyok egy profi zenész, ezt nem mondtam, autodidakta vagyok, se egy kótat nem ismerem. Én látom Mongólia néha olyan emberek, ők néha nem is tudnak írni, és olyan csodálatos énekesek és zenészek. Csináltam a hangfelvételek, és utána szépen leülök, és házi feladat az, amit gyakorolok. Földolgoznak itt a saját karma. Ezt folytatják az emberek, egyébként én is, mint ők régen valamikor csináltak. És ez egy gyönyörű, nagyon szép dolog. Itt otthon érzem magamat, itt tudom azt megtenni, mit a küldetésem, a hagyomány őrizni, a földbolygónak segíteni, megmenteni, az emberek összehozni. Segítünk egymásnak lelki, testi, szellemileg felemelni. Azért itt vagyunk, ha tudunk, ha visszaemlékezünk, ki vagyunk mi, és hova szeretnünk jutni, Alexander Horsa nevén. Édesanyám orosz, moszkvai állampolgár, édesapjam német. Csináltak engem Moszkvában, születtem régi Endikában. Ezt tudom mondani fizikálisan. Lelkilag számozom a magyar néphoz. Én emlékszem, mikor 1800 év ezelőtt itt voltam, tartoztam a honfoglaló magyarokhoz, és a szívem ez magyar. Azért is itt élek, és ezt a zenélés, a torok éneklés, és minden a hagyományőrzés, mit itt foglalkozom, ez egy küldetés.